Sziasztok! Mikler Roland vagyok, a MOLPIX Szeged kézilabda csapatának kapusa, és ma én fogom bemutatni nektek azt, hogy hogyan lehet eszközök nélkül itthon hazai, itthoni home office környezetben dolgozni. Első és legfontosabb, hogy nem lesz hozzá másra szükségünk, csak egy polifomra. És mivel saját testsúlyos feladatokat fogunk végezni, ezért semmiféle eszközre nincs szükség, hogyha nehezítést akarsz esetleg, akkor lehet kézbe venni kisebb kézisúlyzót, vagy ha van, ha nincs, akkor egy félliteres flakon tele vízzel természetesen, és akkor már is tudsz dolgozni. Úgy fog kinézni a mai edzésterv részemről, hogy csinálunk egy rövid bemelegítést, utána 40 másodpercet fogunk dolgozni, 20 másodpercet fogunk pihenni, 10 feladatunk lesz, és minden feladatot megcsinálunk egy kört, és utána minden feladatot kétszer fogunk elvégezni, és aztán a végén pedig lenyújtjuk. Ez körülbelül 30 percet fog igénybe venni, remélhetőleg kellőképpen el tudtok ti is fáradni, vagy el fogtok fáradni. Úgyhogy kezdjük is a bemelegítést. Én nagyon sokat figyelek a törzsemre, annak a kellő bemelegítésére, és elég derékfájós vagyok, úgyhogy kezdjük is egy mobilizációval a földön. Mindenki feküdjön le a hátára. Felhúzzuk az egyik lábot, a másikat kinyújtjuk, és húzzuk magunkra körülbelül 5 másodpercig, aztán a másikat 5 másodpercig, és ezt váltakozva csináljuk 4x4x. Aztán felhúzzuk a lábunkat, kinyújtjuk, behajlítjuk, kinyújtjuk, behajlítjuk, kinyújtjuk, és még egyszer, aztán ismételten kinyújtjuk, behajlítjuk, ugyanígy fölhúzzuk, megemeljük, kinyújtjuk és megfogjuk a lábunkat, ha meg tudjuk. Ezt a másik lábbal. Elfordulunk az egyik irányba. Alul lévő láb nyújtva van, a felső. Behajlítjuk és húzzuk oda a fenekünkhöz. Ugyanezt a másik oldalra. Összetesszük a két lábunkat, felhúzzuk a sarkunkra, eldöntjük egyik oldalra, másik oldalra, ez lehet egy kicsit ritmusosabb, ütemesebb. Aztán egyik lábat kinyújtjuk, áthúzzuk a másikat rajta, lent tartjuk, próbáljuk a vállat letenni, térdet is letenni. Ugye az a másik oldalra. Feltértelünk, kinyújtjuk a kezünket, megpróbálunk rá ülni a sarkunkra, megnyújtjuk a vállövet, betesszük az egyik kezünket a másik váll alá, rányújtunk, ezt a másik oldalra. Ugye ezt megcsináljuk ülésben, egyik, mutatom, ráülünk a sarkunkra, nyújjon a combi is, a térd is egy picit. Nyújtunk. Szükség lesz a vállakra. A combra is. Fönt áthúzzuk.
fölállunk kicsit dinamikusan, megtekerjük a bokát, tipikus kézlabdás, bemelegítés, kilépünk oldalra, megnyújtjuk egy kicsit a bokát, térdünket megkörözzük, körzéseket végzünk, magyarul. Rágugolunk, kinyújtjuk. Kicsit felhúz. Kicsi hajlásokat végzünk. Elindítjuk innen a körzést, föl középen meg tartjuk, nem visszük hátra, nem dőlünk belőle hátra, hanem itt középen áthúzzuk. Kicsit felvisszük a pulzust, megpróbáljuk az edzéshez kicsit beindítani magunkat. Így fogom végezni a feladatokat, egy részét mondjuk. Jó. Ebből csinálunk egy 40 másodpercet mondjuk. Meglegyen a kellő pulzus szám. Jó. Lerázzuk. Körzéseket végzünk előre. Picsi szögdeléssel. Körzéseket végzünk hátra, kicsi szögdeléssel, megtekerjük a könyököt befelé, kifelé, oldala. Jó, és akkor el is kezdjük a mai edzést. Tehát 40 másodperc munka, és 20 másodperc pihenő. Az első feladat az az úgynevezett burpee lesz. És ezzel fogunk kezdeni. A feladat úgy néz ki, hogy ugolásból négy kézlábra megyünk, leengedjük, fel, ugolás, felugrás. Ez az első feladat, tehát ez. Úgyhogy elkezdjük, 40 másodperc munka, és 20 másodperc pihenő. Indulás! Ezt nem kell túl gyorsan csinálni. Akinek túl fárasztó, az csak csinálhatja ezt, akinek pedig nem, az pedig lemehet fekvőtámaszba is, természetesen. Ez lett az első feladat. A második feladat hasonló fekvésben karemelés. Helyezkedj a hason, fejed lent marad, kezed fönn.
harmadik feladatot így mutatom, mert 5 másodperc is kezdünk. Egyik láb kinyújtva, emeljük a lábat. Kinyújtjuk, emeljük. Mivel 2 kör lesz, következő körben majd a másik lábbal csináljuk. Következő feladat egy nagyon egyszerű guggolásos feladat. Ez az a kiinduló helyzet, és lemegyünk még guggolásba. 3, 2, 1. Nem muszáj túlságosan sokat csinálni belőle, mert 40 másodperc ez hosszú, de legyen egy jó ritmusa. Ha van otthon gumiszalag, akkor rá lehet rakni a térdre, és vászélesnél picit nagyobb terpezbe lehet guggolgatni. Következő egy hasonló gyakorlat, nagyon egyszerű. Úgy csinál, mint a föntről lehúznánk valamit, és így magunkhoz húzzuk. Következő feladatunk egy váltókezes fekvőtámasz, ami azt jelenti, hogy indulunk egyik pozícióból, és váltott kézzel másik pozícióba. Valaki szeretne, akkor el is ugorhat, én ezt most nem csinálom. Ez így is elég kemény. Következő feladat. Négy kézzel vagyunk, és húzzuk be a térdünket magunk alá, felváltva ki milyen intenzitással szeretné, ha kemény vagy, akkor gyorsabban, ha csak kemény leszel, meg a kicsit lassabban. Figyeljetek, hogy feszítsétek a hasatokat, amennyire csak lehet, ne lógjon a csípő. Oh.
következő az nagyon nehéz. Innen állásból indulunk. És szépen lemegyünk amennyire csak tudunk olyan támaszba, ami a legvégső pozícióig, amit a legvégső pozícióig tudsz tartani. Egészen fej fölé kinyúlva. Itt nagyon kell figyelni, a has feszüljön, a fenék feszüljön. Mindjárt vége. Következő feladatnál állásból indulunk, és egy előre való kilépés lesz. Csípőre tartott kézzel. Kilép, visszaj. Másik láb, visszaj. Öt másodperc. Jó. Az utolsó feladat ebben a körben az egy plank tartás, amiből ki fogunk fordulni oldalra. Egyik oldal plank, másik oldal plank tartás. Hasizom, fenék feszül. Jó. Itt van egy egyperces szünet. Legyen kettő. Nektek is kelleni fog. És aztán megcsináljuk előre ezt a 10 feladatot. Lenyújtjuk. És már elég is. Kitágítjuk a tüdőt. Ha kell intenzitással, pontossággal csinálod ezeket a feladatokat, akkor azért meg lehet benne izzadni, és jól tud esni. Az eleje persze nehéz, de bele tud jönni az ember, és tényleg nem kell hozzá semmilyen eszköz. Csak saját súlya dolgozunk, és ennyi. Na kezdjük! Kezdjük, mert nem lesz időnk arra, hogy befejezzük. Vagy a nyújtással. De a nyújtás az nagyon fontos, úgyhogy azt kezdjük. Tehát, folytatjuk. Jó. 15 másodperc, és akkor kezdjünk a burpee-vel. Most csináljuk úgy, hogy hasra, fekvőtámasz, gugolás, és onnan vissza, jó? Kezdjük! Has, fekvő, gugolás, felugrás. Has, fekvő, gugolás, felugrás. Has, fekvő, gugolás, felugrás.
Na még egy belefér. Következő feladat hasonlófekvés, karemelés, fej a földön. Az előző körben bal láb volt fönn, most a jobb láb lesz nyújtva, fönt a kéz, és így emeljük a csípőt, és megfeszítjük a feneket a véghombbal. Jön a guggolás, szeretjük. Jön egy pihenő feladat, azt szokták mondani az edzők. Váltott kezes fekvőtámasz jön. Ha akarod, akkor lehet ugrással. Én ezt most megint kihagynám. Elég csak így, nem látva. Thank you.
maradunk ugyanebben a helyzetben. Legfőbb támaszt nyújtott kézzel, és térd húzások a hashoz felváltva. Aki amilyen intenzitással tudja, hogy bírja. Has feszít, nem lóg a derék. Állásból lelépegetünk, amennyire csak tudunk, és megtartjuk magunkat a legszélesebb pozícióba. Hú, de nehéz így beszélni. Hogy bírják az edzők? Jaj, nem csinálják. Csak mi. És már csak két gyakorlat. Ez szinte már semmi. Állásból előre kilépés, még ugolás, illetve csak egy hátba. Térdet le lehet érinteni. Picit nem letenni, csak leérinteni. Jó, és jött az utolsó feladat, a plank helyzet, amiből oldal plankbe kitartjuk magunkat. Így kezdjük. Oda. Másik oldal. Ne lógjon a csípő. Feszüljön a fenék, feszüljön a has. Megtapsolok mindenkit, nagyon szuperek voltatok. Szerintem mindenkinek jól esett, jól csináltátok. Az órát beállítom, mert menne még tovább. Hú, én jól elfáradtam kellőképpen. Remélem ti is. Megnézem, mennyi időnk van még a nyújtásra, és akkor gyorsan nyújtunk egyet. Mindegy lesz, ami lesz. Nem látom az időt. Combra dolgoztunk egy kicsit. Benyújtjuk a combot le. Lelazítjuk.
Rájövünk. Kinyújtjuk előre, amennyire csak tudjuk. A hajlítót is megnyújtjuk. Megfogjuk. Megfogjuk, ráhajolunk. Lábtartás csere. Megnyújtjuk. Lenyomjuk a térdet. Kitesszük oldalra is. Ki mennyire tudja. Ez így a kapusnyújtás szerű dolog. Kicsúszás segíti elő. Ugyanígy másik irányba. Be lehet hajolni. Magunkra hozzuk mind a két térdünket, hogy a derekunk egy kicsit nyúljon meg. Így tartjuk. Aztán mind a kettőt jobb oldalra eldöntjük. Mind a kettőt bal oldalra eldöntjük. Másik ért keresztbe. Még egy kis térdelés a vállövet. Megnyújtjuk. Fej fölött is. Még egy picit előrehajlás a derékra. Nyújjon meg. A hajlító nyújjon. Keresztbe lehet tenni. Legérinteni a földet, ha meg tudod ott tartani egy 8-10 másodpercet. Másik láb. Lelászhatjuk magunkat. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett, amit láttatok, és amit átéltetek. Mindenkinek jó munkát kívánok otthon, esetleg a jövőben ezt az edzést csinálnátok, akkor azért kiegészíteném, hogy a kondiedzők segítségével, Bubori Kornél segítségével állítottuk össze ezt az edzéstervet. Mi is ezt csináljuk rendszeresen, amikor itthon kell dolgoznunk, ez az egyik napi betelő. Úgyhogy mindenkinek jó egészséget kívánok. Ha tehetitek, akkor maradjatok otthon, ha el kell menni otthonról, fertőtlenítsétek a kezeteket, ha hazaértek, maszkot húzzatok, és tényleg vigyázzatok magatokra, és jó sportolást, jó egészséget mindenkinek, sziasztok!